A Gyirmóti stadiont átépítik, ezért a mérkőzéseket ingyen tekinthetik meg a szurkolók. Sőt, a klub általában meglepetéssel is készül a fanatikusoknak. Nem volt ez másképp most sem. Az MB2 20. fordulójában a Gyirmót FC Győr Békés Csaba meccselőtt Kiflivel és Csabai Kolbásszal vendégelték meg a kilátogató nézőket. Nem fog megmaradni ez a kolbász szerintem. El fog fogni, nagyon finom, köszönjük lépen. Az uzsonna után jöhetett a mérkőzés, ahol hiába a hazai ízek, nem a vendégek, hanem a sárgában játszó gyírmód kezdte jobban a mérkőzést. Előbb madarás csúsztatott Mursics kezébe, majd pap Kristóf lövése került el a kaput. A lila fehérek először koszó révén veszélyeztettek, ám a csapai játékos lövése jócskán mellé ment. Ugyanígy végződött a következő vendégtámadás is, igaz bagi kapásból próbált megold szerezni. A másik oldalon Oros egy szabadrugás után csúsztatott, de a kaput neki sem sikerült eltalálnia. Nem úgy madaráztak a 24. percben, a gyírmóti játékos 20 méterről eleresztett bombája a jobb kapufán csattant, a visszapattanót pedig Oros vágta fölé. A hazaiak egyre nagyobb fölényben játszottak, közelről és távolról egyaránt veszélyeztettek. Érett a hazai gól, ami aztán a 27. percben meg is született. Ekkor Cseri ugratta ki remek ütemben a sokat vállalkozó madarászt a jobb oldalon. A középpályás befelé húzott, majd a kimozduló mursicsot megelőzve a hálóba lőtt. Egy nulla, Cseri jó meglátása és pazar passza, valamint madarász nagyszerű kiugrása a védők között, no és persze a higgadt befejezés, ezek voltak a vezető találat legfontosabb momentumai. A 30. percben majdnem lemásolta az előző akcióját a gyírmót, Cseri most oroshoz passzolt, aki estében még elpöckölte a labdát a kifutó kapus és a kapu mellett is. Ezután megint Cseri volt a főszereplő, most balról adott középre, de madarász emelését végül kivágták a védők. A félidő végén felébredt a Békés Csaba, ezt Szilágyi jelezte egy ballábas bombával, amit Somogyi nagy bravúrral ütött ki a jobb kapufa mellől. Lila fehér lövéssel zárult az első félidő, és azzal kezdődött a második. Spitzmüller tüzel távolról, de Somogyinak ez nem okozott nehézséget. Aztán harmadszorra már összejött az egyenlítés a vendégeknek, egy kavarodás után Bagihoz került a játékszer, aki jól adott középre, az ötösön király várta a labdát, és az eldőlő Somogyi mellett a hálóba lőtt. Ezzel az 59. percben egy-egyre módosult az eredmény. Király szépen belsőzött a kapuba, de Bagi beadását is dicséret illeti. Gyirmóti részről Bóner próbált megmenteni, de későn érkezett. Nem sokkal később Balog próbálta megtréfálni Somogyit, de a gyirmóti kapus figyelt, és a kapura ívelt labda amúgy is fölé ment. A ketrecek a következő negyed órában nem forogtak veszélyben, majd jött a 77. perc, amikor a kilátogató szurkolók olyat láthattak, amit még az unokáiknak is emlegetni fognak. Az egyik békés csabai játékos meglódult a jobb szélen, majd birtalan botondot kereste labdájával. A játékszer a csereként beálló vendégjátékos mögé érkezett, aki sarokkal visszanyúlt a labdáért, de beszéljenek inkább a képek. Hogy szerencsés vagy tudatos megmozdulás volt-e lényegtelen, Birtalan Botont 17 méterről sarkazott a gyírmóti kapuba, megszerezve ezzel élete és a szezon legszebb találatát. Csak azt sajnálhatjuk, hogy a puskás díjra csak élvonalbeli gólokkal lehet nevezni. Ettől függetlenül Birtalan beírta magát a legszebb gólok szerzői közé. A hazaiakat nem fogta meg a kapott gól, ehelyett minden erejüket mozgósították az egyenlítés érdekében. Magasföldi szabadrugásánál Mursics még megmentette csapatát a góltól, de a 84. percben már ő is tehetetlen volt. Gyuri előtt egy labdát a jobb oldalról, ami pont Oros találta meg. A hazai csatár lefejelte azt Bobál Gergelynek, aki 5 méterről a hálóba varta a labdát. Hiába vigyázott négy csabai védő a két gyírmóti támadóra, mégis gól lett az akció vége. A télen a Honvétól kölcsönbe érkező Bobál Gergelynek ez volt az első gólja a sárga kék szerelésben. A végén mindent megtett a gyirmót azért, hogy otthon tartsa mind a három pontot, és bár a helyzetek megvoltak, gólt lőni már nem sikerült. A 2-2-es döntetlen azt jelenti, hogy mindkét csapat megőrizte több meccs óta tartó veretlenségét, a Békés Csaba 6, míg a gyirmót 14 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. A meccslabdákat hibáztunk, és történt olyan, amire az ember ugye elgondolkodik, hogy, az ellenfélnek alig volt helyzete jóformán, és mégis össze tudott belőle két gólt szedni. De hát a labdarúgás ilyen, ezek is mi vagyunk. Hát nagyon sajnálom, sőt bosszant, mert, mert én úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de hát a, a döntetlen az viszont kettő-kettőnél azt kell, hogy mondjuk, hogy gratulálunk az ellenfélnek. Több ilyen meccs kéne MB2, -be, MB1 be és azt mondanám, mind a két csapat minden megtett, megpróbált, hogy ezt a, ezt a meccset megnyerjen. Lehet hogy ez a meccs egy óra, vagy másik oldalra, de mondom, ilyen meccsekben benne van minden. Én meg vagyok elégedve ebből a ponton. A döntetlen azt jelenti, hogy mindkét csapat megőrizte pozícióját a tabellán, a gyírmót második a békés csaba harmadik, a következő fordulóban a csapatokra újabb rangadó vár, a sárga-kékek szolnokra látogatnak, míg a békés csaba a listavezető vasast fogadja.